Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit templomunkban. Mondjuk el az Om Nam mantrát hétszer közösen. Oh. a négyféle ilyenségről lesz szó. Megkérdezheted, miért négy? Miért nem öt, vagy hat, vagy kettő? A válasz rendkívül egyszerű, ennyire van szükségünk. Amikor az elméd erőteljes, duális üzemmódban van, akkor mindig nullákat, egyeket, jót és rosszat gyárt le. Egyszer rájössz, hogy ez a mátrix, ez úgy látszat, ahogy van az illúzió az nem megbízható, és nem tudsz benne menedéket venni. Az elmének az állandó hullám tevékenysége, ítéletalkotása, múltra, jelenre és jövőre osztottsága, ez mind-mind esetleges, és önmagában nem létezik. Van valami nagyon stabil viszont, amely gondolkodás előtti, dualitások előtti. És rájössz, hogy ehhez az egységre van szükség. És az egység tapasztalata az az egyévállás ilyensége. Ha jól hallottad ezt a hangot, akkor az összes dualitás ellobbant egy pillanat alatt. Ma teli hold, vagy teli holdhoz közeli nap van. Ha megnézed a holdat, teljesen kerek egész, és semmi nem hiányzik belőle ezüstösen fénylik. Jojo Zenmester azt mondta, ne szóljatok hozzám teli hold előtt, utána is csak egy szót mondjatok. Ő az egyévállásra, a felébredésre utalt, hogy mielőtt elérted volna, ne szólj egy szót sem, és utána is csak egy szót szólj. Az egységtapasztalat után, az egyévállás ilyensége után mit lehet mondani? Akkor jön az igazság ilyensége. Az ég kék, a fű zöld. Reggel föl kell a nap, este lenyugszik. Igaz képek, hangok sorozata. Mivel a tudat tiszta és az elme tevékenysége nem torzítja el, nincsenek hamis azonosulások, illúziók. Ezért tisztán látsz, tisztán hallasz, Tisztán gondolkodsz, tisztán érzel. Ez az igazság ilyensége. De a lényeg az egység, a megnevezhetetlen, a nem tudható tapasztalata nélkül ez nem lenne meg. Ha nem tiszta a tükör, nem mutatja tisztán azt, ami előtte van. Hát a lényeg az azért kell, akármennyire is nem eviláginak tűnik, hogy az igazságot, ezt a világot jól lássuk a földről a legjobb képek az űrből készültek. Nem evilági módon, hanem föl kellett lőni egy hatalmas nagy rakétával, egy ilyen pici műholdat, és akkor az nagyon jól látta, az egészet látta, és le is fotózta, és visszaküldte a földre a képeket. A meghaladó bölcsesség nélkül, az egység tapasztalata nélkül nincs igazság, csak részigasságok, torzult percepciók, igazam van, nincs igazad, Problémák vannak. Ezért van szükség az igazságra, mert anélkül nem lehetne helyesen cselekedni, és nem is cselekszünk helyesen az igazság hiányában. Mikor látjuk meg egymást úgy, ahogy vagyunk, a világot, amilyen helyzetben vagyunk, és azt mondjuk, hogy elég. Elég a szenvedésből, nem csak itt a világ több más táján. Tehát amikor az igazságot látjuk, akkor lehet helyesen cselekedni, amely a cselekvés ilyensége. Első volt a lényeg, aztán az igazság, és utána a cselekvés ilyensége. Az első nagyon egyszerű. Ha szomjas vagy inni adok neked, ha éhes vagy enni adok neked, ez az együttérzés és megkülönböztető bölcsesség helyes együttműködése. Ez az odaforduló cselekvés. Van viszont egy másik eset, amikor együtt szenvedsz a másikkal. Ha szomorú, te is szomorú vagy. Ha örül, te is örülsz. És ez az egyéválló, az alanyi cselekvés, nem pedig a tárgyi és az odaforduló. Tehát a harmadik ilyenségnek, a cselekvés ilyenségének van az egyéválló, illetve az odaforduló, az alanyi és a tárgyas változata, és kapcsolatokban legyen az párkapcsolat, családi kapcsolat, csoportos. Nagyon-nagyon fontos, hogy te éppen mit csinálsz ezen a tengelyen. Mindenki mosogat, te is mosogatsz, vagy mindenki mosogat, te pedig fölsepred a padlót. Párkapcsolatban a párod szomorú, te is szomorú vagy, és együtt hallgattok a szomorúságban, és egy nagyon erős kötelék képződik, vagy megpróbálod megvigasztalni, és ezáltal feláll egy kicsikét komplementerni a ellentétes viszony. Mikor mi a helyes? Mikor szólunk, mikor hallgatunk? Mikor veszem föl az ő állapotát, és mikor reagálok az állapotára? Nagyjából ez eldönti egy kapcsolat működését. És a negyedik, amivel adós vagyok, az nagyon érdekes, mert az az ilyenség nélküliség. A zen az annyira gyönyörű, hogy nem csak az emberi birodalomról gondolkodik, hanem meglátjuk azt, hogy a hegyeknek, a fáknak, az égnek, Földnek nincs problémája a dualitással. Ez a mi elménk csak. De ha ez az elme nem lenne, és nem látnánk rá magunkra legalább korlátozott mértékben, akkor nem tudnánk kimondani azt, hogy én. Nem lennénk tudatosak, és még mindig az édenkertben leledzenénk, akármilyen kosztümben, akármilyen étrendel, és akármilyen állatok által körülvéve. De mivel az ember tudatos lett, kimondta, hogy én, elkezdett dualitásokat gyártani, elkezdett jobban és rosszban gondolkodni, elkezdett szenvedni és boldognak lenni, mert evett a dualisztikus gondolkodás fájáról. Nagyon sok fáról lehet még enni, de mi a dualisztikus gondolkodást nagyon-nagyon komoly étrendnek szántuk, és a fiúknál ugye a torkukon is akadt. Tehát azok a létezők, amelyeknek nincs dualisztikus gondolkodásuk, azoknak nincs szüksége az ilyenségre. Ez az ilyenség nélküliség, ez a szikla állapot, a növény állapot. Nincs gondolkodás, nincs dualitás, nincs önkép, nincs az önvalóról való leválasztódás, ezért probléma sincs, amit meg kell oldani. Azért is figyelemre méltó ez, mert a másik három ilyenséget relativizálja. Ezek nem abszolút létezők, ezek rajtunk múlnak, nekünk szólnak, nekünk kellenek, mint emberek, az állatoknak nem. A viharnak, a napsütésnek, a tenger hullámzásának, a hegy ezek nem kellenek, mert nincs gondolkodásuk. Működésük viszont van. És az embernek a feladata az, hogy ha tényleg ki akar kerülni a szenvedés végtelen ciklusaiból, akkor a saját elméjének a működését meg kell haladnia. És emberi módon visszatérni ahhoz a működéshez, amely a természeté. Ezért vagyunk nagyon hálásak taoista atyáinknak is, akik miatt a természet, mint tanító, bekerült az emberbe. Nem lehet eléggé leborulni a természet nagysága és bölcsessége előtt. A fa nem tudja, hogy nő, de nő. Az állatok birodalmában, amíg az ember közben nem nyúl, egyensúly van. Beszélünk a föld problémáiról, valójában ezek az ember, az emberiség problémái, ami téves nézeteinkből, kapzsiságunkból és dühünkből fakadnak. A földnek nincs problémája, mindent mi csináltuk. És ha egyszer eltűnünk innen, akkor a föld pár száz, esetleg pár ezer év alatt tökéletesen helyreállítja magát, mert annyira intelligens és annyira véleményfüggetlen. Az univerzum működésében nincs hiba, nincs szemét, nincs selejt. Észrevetted? Sok száz millió csillagot, bolygót, aszteroidát és holdat észrevettünk, és nincs az, hogy a selejt, az ott, az úgy nem jó. Az ott rosszul repül. Ja, annak az ásvány összetétele, na az hibás. Ilyen nincs. Ez bennünk van, ez az emberben van. Mi nem vagyunk kibékülve az univerzum működésével. Nekünk van más önképünk, mint az önvalunk. Mi szenvedünk és szenvedtetünk? Az állati birodalomban van fájdalom, de nincs szenvedés. Nekik fáj. Élnek és halnak. De az élet és a halál is természetes. Láttál olyat, hogy ragadozó sportból vadászik? Ugye nem? A ragadozó az megeszi, és a leggyengébbet és a legzsákmányabbat eszi meg. Ezáltal a természet tisztul és erős marad. Nagyon érdekes, hogy az emberi gondolkodás mire képes. Képes felépíteni városrengetegeket, képes kimeríteni a Föld erőforrásait, és képes téged úgy látni, hogy te nem vagy. Ezek a projekciók. És amennyiben elhisszük ezeket a projekciókat, annyiban táplálunk illúziókat embertársainkról. Az egyenlet rendkívül egyszerű, csak is a saját problémáinkon keresztül hisszük el, hogy valami probléma van hogy valami baj van. Ha más mondja, kopogtat az ajtódon, hogy folyik a vér ki alul. Ja, csak takarítok. Nem veszük észre. Az, hogy magunkban vegyük észre a hibát bűntudat nélkül, de tisztánlátással és felelősségtudattal, az egy külön képzés kell. Ehhez úgy látszik, a hétköznapi egoitásunk nem elég. Egy bizonyos szenvedés küszöböt el kell érnünk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy ezt mit csináljuk, Egymással csináljuk, egymásnak csináljuk. Ha ennek a mélyre mész, ott van az a útra, amely így szól: ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor vedd észre, hogy ezt egyedül a tudat teremti. Tapasztald úgy, fogd föl. Nagyon szép felszólító módok vannak benne. És a szép az útban az, hogy ö, neked kell döntened, hogy jársz-e rajta vagy sem. Az út nem megy be a házadba, neked kell kijönni a házadból és rálépni az útra. Az irányvételünk rendkívül világos. Ébredj fel és segíts másokon. És ahhoz, hogy ezt megtehessük, észre kell vennünk, hogy nem vagyunk abban az állapotban, hogy az ilyenségre ne legyen szükségünk, mert gondolkodunk. Ha gondolkodunk és a dualitásaink selejtett termelnek, téves nézeteket, hamis önképet, meddő illúziót, hamis azonosulásokat termelnek, és ezért kabzsiságot, haragot és a szenvedés egyéb formáit, akkor nekünk ez a dolgunk van. Ha ki tudtad mondani azt, hogy én, akkor fel is tudsz ébredni az önképből. Azért van dolgunk, mert felelősek vagyunk egymásért. Egymásnak teremtjük ezt a világot, és egymásért formáljuk magunkat valaki valakivé. Nem pusztán azért, hogy te a tükörben jól néz ki, meg hogy mondogassál magadnak ilyen különböző mondatokat, hogy te, te milyen vagy. Meg hogy hogy viszonyulsz te saját magadhoz, figyelted? Tehát egy darabokra szaggatod magadat, és az egyik feled az viszonyul a másikhoz. Ez elmehet az agyrémig. Nagyon, nagyon messzire. Hát ez a mi problémánk, és ezt nekünk kell megoldani, és ezért van szükségünk az egyévállás ilyenségére, az igazság ilyenségére, odakint sötét van, itt belül világos, és a cselekvés ilyenségére befejeztem a bevezetőt, ha van kérdésed, tedd fel. Reggel kérdeztem azt, hogy miért tudunk, vagy miért csúszunk bele olyan könnyen a tettes és az áldozat szerepkörébe, amire azt válaszoltad nekem, hogy mert mert megszoktuk, és hogy még jól is esik akár. És ennek a gondolatán, vagy ezen gondolkoztam a mai napon, az volna hozzá még a kérdésem, hogy, Miért esik ez számunkra jól, hogyha egyébként meg észrevesszük és tudjuk, hogy ez szenvedtet, és magunknak is szenvedést okozunk ezzel? Azért esik ilyen jól, mert elképesztően meghatározza a kapcsolatot. Megkérdezlek, hányféle helyről lehet egy gépkocsit vezetni? Hát, ö, <laughs> hát egy, aki vezeti, és egy, aki esetleg az anyósülésről mondja a másiknak. Pontosan. <laughs> Na ez megmagyarázza neked, hogy miért szeretjük az elkövető és áldozat dualitását, mert elképesztően poláris és egyszerű. Még a szenvedésteli, akkor is egyszerű. Felhalmozódik egy nagyon komoly akarat különbség az elkövető és az áldozat között, és ez az akarat az, ami elképesztően élő és néha addiktív. Stockholm-szindróma például. <laughs> nagyon jó példa erre. Mm. És a másik pedig beketnek a Godóra várva című darabja, ahol a kapcsolat keresztje ott van, és közepén a semmi. Mert várnak valamire, ami soha, de soha nem tört. És tudják, de mégis várják a falat. Mm. Tehát a teljesen kiegyenlített, a terméketlen egyenlősség, ahol az egyenlősdi megölte a kapcsolatot, az az Esztragon és a Vladimir. Az idiotizmusig lement egyenlősség egymást visszhangozzák, nincs különbség, nincs akarat, nincs cselekvés. A másik az a borzalmas vertikalitás, a kegyetlen hierarchia, a laki és a podzó. És nézd meg, hogy az alárendelt, az eltiport, az örökös áldozat azt nevezi lakinak, szerencsésnek. Mert nem kell gondolkodni, csak szenvedni és követni, és a podzó pedig a kőkemény diktátor. De ők egymástól függenek. Ugyanúgy nincs diktátor alárendelt nélkül, mint alárendelt diktátor nélkül. Ha alárendeltet csinálsz magadból, megjelenik a diktátor, ha diktátor csinálsz magadból, megjelenik az alárendelt. Milyen lenne, ha egyik se lennél? Milyen lenne, ha nem választanád a hamis egyenlősdit és a szenvedésteli, borzalmas, együttérzés nélküli diktatúrát? Elképesztő, mit tanít a darab. És érdemes belenézni, mert ugye a falat te várhatsz a semmire, de el is érheted a megvilágosodást, az nincs benne a darabban. Én emlékszem, hogy mennyire gyűlöltem ezt a darabot gimnazistaként. Én tiltakoztam, és így hogy kiírt ezt a hülyeséget. És eltelik három év, négy, egyetemen visszaköszön, és annyira megértem rá, hogy lásd a mai napig a mészerkezetben itt van mert valami nagyon-nagyon döbbenetesen igazat elmond rólunk, hogy az elmének ezek a szélsőségesen vertikális, vagy szélsőségesen horizontális szüleményei mind hamisak. Tehát én itt nyugaton megélem a demokratikus, kiegyenlített társadalmat, és Ázsiában megéltem a szuperhierarchikus társadalmat, és egyik sem úgy működött, mint akár Esztragon és Vladimir, vagy Laki és Podzó a Godóra várvában. Ezek borzalmatos, de mégis igaz abstrakciók, hogyha a szélsőségebe belemegyünk, akkor mi történik? Úgy tűnik, hogy az az emberi csoport jó, ahol ha kell hierarchikus, ha kell demokratikus, és helyzet függő az, hogy pontosan milyen struktúrára, milyen berendezkedésre van szükség. Ha megnézed a régi klasszikus birodalmakban, akár a görög, akár a római, volt az, amikor a diktátor uralkodott, és volt, amikor a fórumon, ugye a parlament, az akkori fórum szépen döntéseket hozott. Békeidőben lehetett vitatkozni azon, hogy ki mit gondol, és egyszer csak szintézis lett belőle, és megszavazták. Háborúban nem. Úgyhogy a démosz és a Tyrannis, azok nem szemben álltak egymással, hanem kiegészítették egymást. Tehát benned is van egy rakás gondolat és érzelem, ezek nem egyenlőek, nem azonosak, és nem is különbözőek. Mikor melyikre van szükség? Mikor melyikkel szolgálod a párodat, a családodat, a népedet jobban? Mikor melyikkel viszed a szemben ülőt közelebb a megvilágosodáshoz? Ez a kérdés. Ha gyakorlunk, akkor megtapasztaljuk ezt a gondolkodás előtti tudatot, mely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és akkor mindig helyes döntést hozol, és nem leszel se elkövető, se áldozat, sem pedig látszólagosan kívülálló, akinek minden mindegy. Hálásan köszönöm. Szívesen. Mi a hiperaktivitás egy embernél? Maradj egy csendben és mozdulatlanul. Amikor ez nincs, folyamatosan nincs, az a hiperaktivitás. A kjolcse után beütött ugye, megint a óda suli zár, és össze vagyunk zárva a családdal, gyerekekkel, és uh, hiperaktív lettem, még durvábban, mint régen. Ez nagyon hasznos a háztartás, a házi munka, meg a munkátaton felé, de látom, hogy a család felé nem. A családtagok is hiperaktívak lettek, nem, vagy nem, csak nem, te? Nem, 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 ők kütyüznek. Hát az is csak befelé. Tehát képernyőfüggő függő hiperaktivitás, vagy mosogatorony függő hiperaktivitás, maradjunk az utóbbinál. Az analóg az jobb. Hamarabb kifáradsz bele, és a test is benne van, nem csak az elme. Ha például a függők hiperaktívak, és utána nem tudnak aludni, azon nyomban valami sport kell. Támaszkodjon rá szépen az ágyára, 50 fekvő támasz, utána menjen kell a takarítson, utána megint 50 fekvő a hálóban, és előbb-utóbb elalszik. De amikor az elme túl van pörögve, úgy le tud válni a testről, nincs az a hollywoodi, bollywoodi rendező, aki olyan álmot tud rendezni, mint a túltöltött elmének a kényszerrángása, az éjszakai hiperaktivitás. Úgyhogy fizikumra rá kell tenni. Ezért jó az analóg hiperaktivitás, ha már nem tudunk nyugodtan megmaradni. De a tantien az nem mozdul abban végtelen energia tud összpontosulni úgy, hogy nem kell duális minőségektől tartanod, hanem ott tartod és nem mozdul. Ez az a jelenlét, ami egyszerűen gravitikus. Tehát De Desimaru, a mester, japán, elment Párizsba, 60-as évekről beszélünk. Semmit nem tud franciául. Kibérelt egy szobát, kitette azt, hogy zen, és leült, és megvoltak az órák, hogy mikor lehet jönni, és mellette volt az üres matrac, nem sok. Így ült, nem szólt egy szót se. A franciák így bejöttek, így nézelődtek, és leültek mellé. A csukpi az ott két ilyen nagyon perfekt téglatestre reszelt fadarab, nem ilyen hasított bambusz, mint nálunk. Csik! És akkor vége volt, és az volt az este. Talán szívszutrát énekeltek egy pár évvel később, meg egy-két ilyen japán buddhista mantrát. Egyébként a franciák is hiperaktívak, csak legyen szó bagetről, fondűről, vörösborról és szerelemről azon nyomban. De ott mellette úgy ültek, mint a kisangyal. Tehát hogy olyan centere volt az embernek, hogy nem lehetett más csinálni vele, csak leülni és ugyanazt tapasztalni ezt a nagyon tiszta teret. Hát előbb-utóbb megvan. Hát van valami, ami belül nem mozdul. De ebből jön minden mozgás, és hogyha jól csinálod minden mozgás, ide tér vissza. Az alfa és az omega ugyanebben a nem mozdulóban, nem névben és nem formában van. És ha nem tudsz gyakorolni, akkor kell cselekedni. Lehetőleg úgy cselekedj, hogy az vissza is térjen a cselekvés indulójához. Egyébként a családok a pánikba esik, hogy anyut nem lehet leállítani, Úristen. De le, le kell, mert kimerül. Nem merüljön ki. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Azzal a kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy már jó pár hónapja meditálok otthon. A mi kérdéssel szoktam. Sosem kaptam rá belsőleg választ intuíció szerűen, viszont pár hónappal ezelőtt egyszer csak a saját hangomon belülről kiabálta valami azt, hogy nem tudom. De, de olyan féleképpen kiabálta ezt nekem, mint hogyha azt éreztetni, hogy egreciroztatom és hagyjam békén. Nagyon jó, az elméd végre nyilatkozott. <laughs> egyik legidegesítőbb dolog, amikor a mi ez kérdés, az önképek elkezdenek összeomlani, és jön az, hogy nem tudom, de ez a nem tudom, ha megszólal, ez még nem az. Ez még csak a hírnök, de nem a király. És honnan fogom tudni a választ esetleg erre? Vagy nem fogom. Nem fogom, értem. De egyebet se fogsz tudni. Ami azt jelenti, hogy nincs kérdés, nincs felszólítás, nincs az elmének ilyen verbális kényszertevékenysége, nincs képalkotás, nincs múlt jelen jövő, semmiféle dualitás, verbalitás forma, semmi. De egy izzóan, gyönyörűen tiszta jelenlét ebben a pillanatban, és a tér 360 fokban nyitva. Na ez leírhatatlan. És innentől kezdve a kérdés visszaolvad a csendbe. Amíg valami harákolás van belül, Addig karma van, addig üvöltés van, addig suttogás van, addig jó és rossz van, én és más van. A mantra beolvad a térbe, a szó visszaolvad a csendbe, és még a semmi sem marad. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy mi az önbizalom? Az egészséges önbizalom. Úgy örülök, ki, ki hogy ide bízik, jöttél. kiben? Én nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Ez az önbizalom. Én is. Ez, ez gyönyörű. Demonstráltuk. Köszönöm. Jó, tehát az önbizalom az nagyon fontos, egyszerűen azért, mert az önhitségtől és az ilyen negatív kisebbségi komplexusoktól egyaránt mentes. Ha helyes az önképed, akkor az önbizalom nem hiba. Helyes az önkép jól látod magad, abban lehet bízni, ismered a tulajdonságaidat. Azt is, hogy hogyan tudod őket kicsit följebb, kijebb tolni, és azt is, hogy hol kell egy kicsikét visszafogni és magadba szállni. Hát ha ismered magad, az önbizalom helyes, ha nem ismered magad, akkor a hamis önkép miatt az önbizalom katasztrófa. Magadat és másokat is bele a szakadék legmélyébe. De a 20. század azért megmutatta, hogyha valakinek ilyen kórosan messianisztikus, profetikus önképe volt, és nagyon sokan hittek benne, és olyan önbizalmat hozott létre, hogy a kontinens egyik felét elvezette a kontinens másik felére. Oda-vissza. Nézd meg az ilyen elképesztő önbizalmú embereket, még korábbról, mint mondjuk Napóleon vagy Nagy Sándor. Hát meddig mentek ők el? Mi volt az a karizma? Az a fajta önkép, az a misszió, amit ők belül teljesítettek. Ha megnézed, Nagy Sándornak a neveltetésében, főleg anyuka miatt. Benne volt az, hogy ő Isten fiú. Tehát nagyon magas szintű Istenségnek a közvetlen leszármazottja ő Alexandros. Ezért ő neki joga és kötelessége meghódítani az egész világot, hogy megmutassa ennek a magas szintű Istenségnek a dicsőségét. Elment indiáig hindusztáni félszigeten fordult vissza, mert föllázadtak a katonák, hogy elég volt. A nyolc éve se nő, se gyerek, mindenki csak kapja az utipotit, a tiszta ruhát és az új fegyvert otthonról, és akkor mendegélnek, csak azért, hogy Nagy Sándornak a dicsőségét, na ne. Egy kicsikét sok. Meg ami közben történt. Jó? Tehát az önbizalom, hogyha helyes az önkép, nagyon jó, ha helytelen az önkép, katasztrófa. Ezért ismerd meg önmagad, és a helyes önismeret alapján úgy tudsz bízni magadban. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Amikor azt mondjátok, vagy mondjuk, hogy a tudat köszöbb fellazul a meditáció folytán, akkor az abban az értelemben értendően, mint mondjuk a lélektan tudománya, ami ettől mindig távol tartja az embert. Tehát ha az ember elmegy egy bármilyen nyugati típusú önismeretbe, terápiára, önismereti csoportba, ott ugye az a, a terapeutáknak az a dolguk, hogy ez a lám még véletlenül se, tehát hogy azt az egészséges önvédő mechanizmust azt, azt hagyni kell, hogy ott legyen. Ebben az értelemben lazul-e fel a tudat, vagy mi a kettő között a különbség? A tudat nem lazul föl, mert fegyelmezett. Azért fontos ez, mert képzeld azt el, hogy a tudatos és a tudattalan, ami kb. 1 a 9-hez aránylik, olyan, mint egy vízimalomnak a kereke. Egy hétköznapi vízimalomnál körülbelül az alsó 10% volt benne a vízben, és ez szépen hajtotta a víz, is, fordult. Ez a vízimalomkerék, ez a fordítottja a tudattalan 90% az szépen vízben van, és belül a tengelyt fordítja az akaratod. Az élni vágyás, a tapasztalni vágyás, a túlélni vágyás, a szaporodni, teremteni vágyás, ez forgatja a kereket. És ami a tudatos, az a felszínre jön, az a 10 amit a napfény, ugye megsüt és rászállhatnak egy kicsit a madárkák, meg a pillangók. Teljesen nem lehet lezárni a tudatos és a tudattalan közti küszöböt, különben az archetipikus karmád az nem tudna a felszínre törni. Tehát akik az önvédelmi mechanizmusokat erősítik, az az, azok az egót erősítik, és ebből óriási kitörés van, mert nem lehet a tudattalant lebetonozni. Azt viszont megteheted, hogy taktikusan ajtókat nyitsz rajta. Nem fellazítjuk, mert akkor elmosódik a tudatos és a tudattalan határa, és például, hogyha a múltnak az emlékei állandóan beszűrődnek a jelenbe, ezt jelenteni azt, hogy mondjuk fellazult a küszöb. Igen, csak akkor projektált téves realitásról beszélünk, vagy illúzió és realitás keverékéről beszélünk, és állandó téves érzékelés van. Ez nem csak a múlttal van, hanem mondjuk kétféle önkép. Tehát önkép egy és önkép kettő egymásra vetül, és a kettő együtt óhajt létezni, de valójában csak egy darab kellene, nem kettő vagy több. Tehát a zen az megmutatja, hogy ez a küszöb, ez nem abszolút. A tudatos és a tudattalan között, ahogy a malomkerék forog, gyönyörű átjárás van, van, ami tudatosodik, kap érzékszervi tapasztalást, gondolkodást, érzelmet, és ez szépen visszamegy a tudattalamba. Az engyakorlat gyakorlat azért nagyon meglepetésszerű mert a mantrát, vagy a kérdést ezt ráteszi a malomkőre, és letolja a tudattalamba, a karmát kellős közepébe, ahol a te praxisod elkezd sütni, főzni, takarítani, és feltisztítja, lepucolja a téves nézeteket a tudattalan karmádról. Nem kell mindent a tudatküszöb fölé vonni, négy élet nem lenne elég rá, hát nagyon-nagyon kevés az időnk. Hát az tudatosodik a karmádból, aminek kell, és ezért mondom, hogy ez a küszöb, ez relatív. De be kell tudni zárni. Ha arról van szó, hogy a múlt árnyai állandóan kísértenek, akkor le kell tudni az hogy most mit látsz, most mit hallasz, most mit csinálsz, és zéró beszüremlés. Ezt is tudni kell. És azt is, amikor a meditáció nemes állapotában a praxisod kikapcsolja a tudatos gondolkodást, a szándékos megkülönböztetést és a múltra jelenre jövőre szakadt tárháztudat működését. Ezt mind ki lehet kapcsolni. Ez a nem mozduló, tiszta, tükörszerű. Ez a látó. Ez az, ami bennünk nem ember, de mégis ettől vagyunk emberek. Nagyon érdekes paradoxon. A zen tehát intuitív memóriával dolgozik, ha szükséged van rá, emlékszel rá, ha nincs rá szükséged, nem emlékszel rá annyi van a tudatot terében, ami éppen kell. Az önvédelmi mechanizmus ugyanúgy hiba, mint az állandóan szélesre tárt kapu a tudatos és a tudattalan között. Mind a kettő abszolút értékre törekszik, vagy legalábbis annak gondoljuk. Ez azt jelenti, hogy van egy kapunk, amit nem vagyunk hajlandóak kinyitni, és egy másik kapu, amit nem vagyunk hajlandóak becsukni. Mind a kettő hiba. Próbáltad lebetonozni a tengert? Nem fog menni. De milyen az, amikor mondjuk egy hajónak a hídjáról a kapitány folyamatosan beugrik a tengerbe? Az a hajó előbb-utóbb elsőjed. Ez a másik hiba. Tehát egyik hibát se kövessük el. Ez azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban mi a helyzet, mi a kapcsolat, mi a teendő, per cselekvés. És erre fókuszálsz, és a zenben ez a tiszta tükörszerű tudat legelső körben azt mutatja, hogy most mit látsz, most mit hallasz, most mit érzel, szagolsz, tapint az Magyarul az érzékszerű valóságot nem teszi a kukába. Vannak olyan szamádi praxisok, vagy nagyon elvont absztrakt dolgok, hogy szó szerint a test energiáját testen kívülre teszi, és utána nem hozza vissza kellőképpen. Na ebbe lehet beleőrülni. De nem tudja, hogy hol van pontosan, és nincs mozgáskoordináció, test és lélek egyensúly, mert a praxist úgy tanították, hogy ő aztán rosszul használta. Tehát a zen, mivel tant ilyen fókuszú, és nem felső három vagy négy csakra fókuszú, ezért, ha tényleg azt csinálják, amit mondunk, itt van bent a testben a lélek, test lélek lélektudatossággal, és most tisztán látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolkodsz, érzel, beszélsz és cselekszel. Tehát a zen pontosan azért ilyen eseménytelen, unalmas borzalomnak tűnik, hogy ősz itten, 8 órán keresztül, azt nem történik semmi. Aki megpróbált, az tudja, hogy ez nem így van. Hogy minden megjelenik, ami a tiszta pillanat akadálya. És innentől kezdve dolgunk van, mert csak azt tolja a tudattalan a felszínre, ami ennek a pillanatnak az akadálya, a teljesség megtörője, az én kép állandó újra termelője. Az intuíció körülbelül olyan, mint amikor egy gyönyörű, fekete, nyári égen egy hulló csillag. Pá! A tudatos gondolkodás, ami a kognitív megkülönböztető emlékező, az olyan, mint amikor látsz egy autópályát, és itt a piros lámpák, ott a fehér lámpák éjszaka. És jönnek a járművek, és mennek a járművek, és követik a rendet, és kanyarodik le, és föl, és előz, és stb. Az intuíció nem ilyen. Nincs előzetese, nincs utózmánya, de pont azt a helyet betölti. A leghétköznapig megnyilvánulás ez a szinkronicitás. De hát azért van ennél több is. Tessék Korn interjúra jön, és akkor a paradoxonoknak a veszőfutásán keresztül meg lehet tapasztalni, hogy ez milyen. Semmi támpont. Mint hogyha az összes szőnyeget kihúzták volna a lábadal, és egyszer csak bejön, és nem tudod, hogy honnan. És megfordítod, a nem tudhatóból jött be. És ezt a nem tudhatót mi tudatosan használjuk, szándékkal, akarattal használjuk, hogy a csepp ismét térjen vissza az óceánba, és váljék az óceánnál. És akkor a csepp az óceánból építkezik, anélkül, hogy a csepségét elvesztené. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen itt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és felteltem a kérdésemet. Van két gyönyörű fiam, amiért mindig nagyon hálás vagyok. Viszont a nagyobbik fiamban úgy érzem, hogy kevés az akarat. Nem tudom, hogy ez az én nagy elvárásom-e, vagy, vagy, valóban így van. Csak sajnos odáig eljutottunk már, hogy e, próbálom a fiamat így terelgetni, úgymond, és már ő úgy érzékel, hogy én őt nem szeretem. Már ideig eljutottunk, és itt szeretnék egy e, helyes irányt megkérdezni, hogy milyen irányba menjenek. Hány éves a fiad? Tíz. Hát akkor azért van még idő az akaratot kifejleszteni. Hát mégis úgy érzem, hogy Kisebbik filmal sokkal nagyobb az akarat, ő 5 éves, de az már ilyen látszik. Jó, de hát azért minden gyermeket a maga karmájával vegyünk tudomásul, vannak későbben érő típusok, vannak korábban már dörömbölő típusok, szépen úgy, mint a színuszgörbe ezek az életszakaszok tudják váltani egymást. Én azt javaslom, nézd meg, hogy a fiad mi iránt érdeklődik őszinten. Ugyanis az információ és az energia az összefügg a hit, az tényleg hegyeket tud mozgatni. Ha ő érdeklődik valami iránt őszintén, akkor mindenét bele fogja tenni. Mindenét. Ezt úgy hívják, hogy tehetség. A görögöknél ez az areté, ami az erény címen lett itt ismert nyugaton, az erényed a tehetséget. Magyarul én nagyon sokféle környezetbe beletenném, hogy derüljön már ki, hogy miért született ide. Miért hozzád, miért magyarnak, magyarul mi a dolga. És hogyha a tehetséget előhozod, akkor kiderül, hogy mi a dolga. Akkor megjelenik az akarat is. Lassan, gyorsan, mindegy. Ez habitus kérdése. Tudod, hogy az egyiptomiak hogyan hasítottak követ? Ilyen fadarabokkal. Beletették egy kis előfúrás után a lyukba, és elkezdték öntözni. Nem tudjuk mennyi idő után, de a hónapokig öntözték, és annyit megdagadt a fa, hogy széthasította a sziklát. Van ilyen típusú akarat is. És van olyan akarat is, mint a dinamit, hogy beleteszed ugyanabba a lyukba, fölrobbant és azon nyomban. Ez ezer darabra ment szét. Úgyhogy többféle elme, többféle karma, többféle személyiség van. Az a fontos, hogy autonóm legyen, önjáró legyen, önálló legyen. És hogyha ezt megadod neki, akkor megjelenik majd az akarat. De ha kívülről akarod, hogy ő akarjon, akkor elveszed az autonómiáját. Elveszed az önállóságát. Apa függő lesz, vagy azért, mert ezt szereti, vagy nem szereti. Nagyon szoros a szülő és a gyermek kapcsolat, és nagyon komplex, ezt mindenki tudja. De hogyha a gyermeknek az autonómiáját nem kezdem el nevelni, mihelyt megérti, hogy mit mondok? és apránként szépen önállóságra és együttműködésre, bölcsességre és együttérzésre szoktatom, hogy lásson a szemével, halljon a saját fülével, gondolkodjon a saját elméjével, érezzen a saját szívével, ez az alap, amit meg kell, és mindenki meg tud neki adni, hogyha megvan a helyes nézet, a helyes szemlélet. És akkor a saját akarat megjelenik. Ha ezt valaki más akar, tatja veled, az nem megy. Az nem lesz jó az nem vezet jó irányba. Az nem te vagy. Jó? Ezt ébreszt fel a gyerekben. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Honnan tudom, hogy mi az autonómiám, és amikor például valaki megkér, hogy valamit csináljak, vagy megkér valamire, amit nem szeretnék, vagy szeretnék, mindegy, honnan tudom, hogy az egomat feszegeti, vagy az autonómiámat szeretné -e másítani, vagy irányítani, vagy honnan tudom, hogy melyik, melyik. Ha az autonómiádról van szó, akkor az együttműködés nem akadály. Ha az egódról van szó, akkor az együttműködés lehetetlen. Látjuk, hogy ö, mi folyik a világban, akár a médián keresztül, és sokszor van az bennem, hogy védkesek közt cinkos, néma. És nem tudom, hogy mit tudok tenni. Ugye felelősséggel tartozok azért, amit teszek, de amiért nem teszek azért is. És ilyen háborúdul bennem. Mennyiben vagy társa azoknak, akik védkesek? egy földön élek velük. Az nem jelenti azt, hogy osztozol velük a vétekben. Ezért kérdezem, mennyiben vagy társa a vétkeseknek? Ugyanazt teszed, mint ők? Nem. Akkor meg kell szólalni? Nem vagy cinkos. Tehát, ha te saját magad teszed a dolgodat, akkor ha helyes irányban mész, akkor ez már tanít másokat. Ha ragaszkodsz a vétkesek vétkeihez, akkor ezek a hibák elkezdenek uralkodni rajtad. Tehát ne ellenőrizd mások cselekedeteit, hanem a sajátodat, azt, azt tedd jól. Látom, hogy a szeretteimet befolyásolják ezzel például. Legyél te erősebb, mint a befolyásoló. Ha a te szereteted erősebb, a jelenléted folyamatosabb, akkor te fogod azt a figyelmet megkapni, ha pedig nem, akkor a szeretteidet azok fogják befolyásolni, akik őket szerintük jobban szereti. És ez a brutális, az összes manipulatív viselkedésben hogy elhitetik veled, hogy hát ők sokkal jobban szeretnek téged, mint az embertársait. Ezt kell megváltoztatni. Tehát, hogyha az illúziót felfeded, hogyha bemutatod ennek a működését, akkor nem kritizáltál, és nem minősítettél, és nem ítéletet alkottál, hanem segítettél a szeretteidnek egy helyesebb emberi irány kiválasztásában. Miért? Egyszerűen meg kell hosszabbítani a vektort. Te most így gondolkodsz, tegnap így gondolkodtál, tegnap előtt így gondolkodtál, ezt előre meghosszabbítod egy hétre, egy hónapra, egy évre. Ha te tovább is így gondolkodsz, ez lesz. Ezé válsz, ezt fogod hinni, ezt fogod tenni, ez kell. Ezek között leszel, hiszen hasonló gondolkodású emberek közé fogsz kerülni. Hasonló cselekedetű emberek lesznek a társaid. Ez kell. És innen is akkor szépen a szeretteid visszajöhetnek, hogy hát ők nem szeretnének ezzel válni. Ők nem szeretnének ilyen társaságban lenni de nem tudod azt mondani, hogy az egyik rossz vagy jó annak, aki pont a szeretet manipulatív prezentációja után elhittek valami illúziót. Ez egy hatalmas felelősség. És hogyha elkezded megítélni, ha elkezdesz negatív lenni az ő szemükben, mert nem értesz velük egyet, eleve lezártad. Teljesen elfalasztad a kaput nem szeretsz, nem értesz velem egyet, pedig ez olyan jó, és te nem is érted, és nem is akarod megérteni. Na, hát ilyenkor megérted, odamész, része leszel, és szépen fordítod a szemléletet, hogy ő a saját szemével lássa az ok és okozat működését, és ekkor lehet föltenni a kérdést, hogy ez kell? Ide akarsz jutni? Ezzé akarsz válni? Oké. Okay. És el kell viselni, hmm. hogy ezt ők zokon veszik. Ez iszonyú nehéz. Igen, de a kérdést teszel föl, ahogy ezt a melléket ábra mutatja, az lehet nagyon jó meglepetés is, és lehet nagyon keményen a lélek mélyébe hatoló szike, ami kivágja azt a hamis képzetet, ami miatt a szenvedés és szenvedtetés van. Hát a sebész az, az egy kőkemény munka, meg szokták köszönni utána, de alatta azért érzéstelenítés van, amikor nem bírnánk ki. Magyarul azt kell tapasztalniuk, a szeretteidnek, hogy te végig az ő oldalukon állsz. Nincs antagonizmus, nincs szembenállás, nincs egymás megítélése, újra mutogatás. Te az ő oldalukon állsz, szereted őket, de gondolkodtak ők már másképp. Láttak ők már mást? Látták esetleg a következményt három-négy-öt lépésre előre? Csekkor. Me tudod vinni. Egyébként nem. Hogy a manipuláció, az hogy lehet észrevenni és megkülönböztetni? Mondjuk egy segítő gondolatoktól, vagy szeretettel? A manipuláció nem bírja az egyszerűséget. Tehát, ha te teljesen egyszerűen, tisztán, őszintén kommunikálsz és vagy belül, akkor észreveszed a manipulációnak ezt a dupla fenekű bőrönd érzését, hogy te értesz valamit, de ezt teljesen másképp gondolja, és mögötte van egy olyan realitás, amit nem fed fel. Be akar vinni neked egy a információt, közben ő már b gondol. És tudja, hogy az A és B közötti kapcsolat az az ő tőkéje, az ő hatalma, és előtted ezt nem fedi fel. Innentől kezdve, ha ezt megérzed, ezt a kettősséget, a két kétszínűséget és a képmutatást, gyakorlatilag a manipulátornak nincs esélye. Miért? Mert a forrását látod a beszédnek, és nem azt az eredményt, ahova téged dobni akar. Azt a célt, amit veled ugye közölni akar. Magyarul ez egy nagyon alacsony szintű akaratát vitel, hogy te azt akard, amit ő, azt hidd, amit ő akar, hogy higgy, úgyhogy te erről nem tudsz, és mindezt te sajátodnak gondoljad. Ha ezt észreveszed, és te tényleg azt gondolod, amit te gondolsz, a saját szemeddel láss, és a saját füleddel haj, akkor ezt a manipulátor, mivel eléggé kifinomultak az érzékszerveik, észrevesz, és csalódottan elvonul. Nem szabad velük vitatkozni végképp nem szabad visszamanipulálni, nem szabad ítéletet alkotni felettük, mert ezek mind kötő karmák. Tehát a jelenlétedből és a tiszta, egyszerű, őszinte kommunikációból ki fog derülni, hogy a manipulátornak gyengébb a centere, megméretik és könnyűnek találtatik. Úgy már el is tűnt. De ha te elkezdesz félni, vagy haragudni, hogy Úristen, hogy hogy meri, meg hogy mi történik velem, ezek mind kötő karmák, mert duális karmák. Jóra, rosszra, félelemre, reményre, szeretetre, gyűlöletre alapozódik. És hogyha ezeket nem hozod létre, mint reaktív tudat, akkor szépen el tud vonulni, mint a körmenet az utcán, te pedig az erkéről nézed. Ha pedig elkezdesz duális módon viszonyulni, akkor lezuhansz az erkérről, és a körmenet agyon tapos. Vagy pedig felemel piedesztára, mind a kettő nagy hiba. Tehát egy manipulátor néha elképesztően nagy és jó önképet rajzol neked, csak bele kell lépni. Másik pedig pocskondiáz, meg alávalónak kikiált, mindegy csak kössön, mindegy csak légy a terében. Azt csináld, ahogy ugye téged mozgat. Te nem mozdulsz, nem reagálsz, egyszerűen tisztán jelen vagy, per kommunikálsz, előbb-utóbb elmegy, mert te eseménytelen lettél számára. Nem leszel ilyen kis villogó pont a radar hogy haha, meg lehet ma mai majd én érzékeltetem vele, meg neki, szépen sugalmazok, meg ilyenek. Ez lepattan. Az üres teret nem lehet megütni. Oké. Okay? Egyéb kérdés? Amióta az elmúlt pár évben tudatosabban látom önmagamat, a világot és az embereket, azt tapasztaltam, hogy nem tudok olyan munkahelyet találni, amit vagy nem magammal szembesít, tehát valamelyik karmikus hibámmal szembesít, vagy nagyon hamar átlátom, hogy a munkahelyen a munkáltató hogy használja ki az embereket, hogy használja ki a vevőket, stb. egyszerűen az elmúlt három-négy évben három-négy munkahelyen voltam, de nem tudok ott maradni, mert egyszerűen nem rezonál már, már velem azt, amit elvárnak, hogy csináljak. Három-négy év alatt három-négy munkahely. Ez nem rossz teljesítmény. Vannak, akiknek sokkal több munkahelyük volt ennyi idő alatt, vagy egy se. Ez hamar megérzem, hogy problémás, csak ö, erőltetem, hogy kihozzam belőle azt, ami szembesít még magammal. Ha ah, ezt mondtam az előző gyakorlat során, tisztaságra törekvő lény vagy, uh -huh. ez az egyik, de néha kételkedsz, és az önbizalom néha borul. Tudd, hogy egy szakmában mit akarsz elérni. Tehát a legtöbb jövedelem termelő tevékenységet nem egy belső filozófia megvalósítására találták ki. Azt mellette kell. Azt ilyen kis spiri helyeken kell, ahol ilyen meditációt, meg ilyen érdekes tevékenységeket folytatnak. Ha jövedelemről van szó, további három mondatot javaslom. Azokkal társulj, akikben bízol. Olyat tégy, amiben okod van hinni. És legyen bátorságod ezt a kettőt végigvinni. Több nem kell, különben túlbonyolítod. Az összes egyéb dolgot azt keresd egy kis meditatív csoportban, önmegvalósító kurzuson, önismereti tréningek, megvilágosodás hétvégék, spirituális tengerparti nyaralások. Sok, Már itt sok vagyok. Minden, jó? Lehet, lehet, sokféleképpen pénzt költeni és csalódni. Lehet. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm, hogy itt lehetek és hogy kérdezhetek. Hát köszönjük, hogy jöttél. Az Ervin kérdéséhez vissza kanyarodva, hogy minden helyzetben más ez a manipulációra való reakció, vagy pedig az is megfelel, hogyha egész egyszerűen csak békésen együtt nem működök az ő manipulációjával, és mondjuk adott esetben ezt szóvá is teszem. Nézd meg, hogy mennyire érdemes szóvá tenni, és hogyha letükrözöd, akkor te látszólag fogsz együttműködni mindaddig, amíg kell nagyon sok olyan kognitív háló vagy érzelmi játszma van, hogy érzed, hogy manipulál, de nem tudsz kikerülni belőle, mert fennáll értek közösség életközösség, vagyoni kényszer, csomó minden. Nem tudsz kilépni belőle, egyre jobban sorvaszt belőle, egyre jobban utálod magad, mert részt veszel benne. Meg kell keresni a labirintus kiáratát. Itt az Ariadné fonal az a világos tudat, a felébredettebb tudat döntése. Ott tász a nulla és az egy között, hogy hogy megyek bele mélyebben a mocsárba, vagy hogy jövök ki egy lépést belőle. Még végképp nincs vége. Hú, nagyon messze vagyunk attól, hogy vége legyen. De legalább egy lépést megtett, amikor úgy érzed, hogy az egész kínlódáson belül te őszintébb lettél önmagadhoz. Tehát nem követted azt a manipulatív mátrixot, amiben benne vagy, vagy kevésbé követted. Idő után megjelenik a megoldás, nyert teljesen váratlan módon mint hogyha az ilyen sövényes labirintusnál egyszer csak így széthúzzák a bokrot, és te kiléphetsz. Ez nem racionális dolog. Sőt, a racionális, taktikus, bonyolult, okos intellektus az szokta ezeket a mátrixokat legyártani. És az egyszerű uralom, hatalom, tehát a mátrix teremtője az biztos, hogy magasabban van, mint az, aki a mátrixot agyatlanul szépen végrehajtja. Tessék felébredni a mátrixból és akkor megszűnik minden horog, amivel téged húznak, vonnak jobbra-balra. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Amikor a körmenet megy, és a manipulátor meg, ugye, tehát felismerjük azt, hogy valaki manipulál. tehát nem csak egyénről szól, hanem egy tömegről. Abban az esetben mennyire kell beavatkozni, vagy az már a körmenetnek a karmája? Az a körmenet karmája, te ne avatkozzál bele semmibe. Mert akkor a körmenet jó része téged lát manipulátornak, ezt nem javaslom vagy pedig véletlenül tényleg azzá válsz. Tehát a kéz az kezet most csak ugyanolyan koszos mindegyik. Vigyázzunk. Ezért cselekedj helyesen, egyszerűen és tisztán, segítsd azokat, akik a környékeden vannak, és nem ugyanazt a játékot játszák, mint a többség. Nem könnyű. De az okozatiság megmutatja, hogy helyesen döntöttetek-e vagy sem. És ilyenkor a kommunikáció, a közös, vagy részben közös életvitel, Közös szellemi gyakorlat, ezek mind segítenek a bizalmat erősíteni, az együttműködést megfelelő módon fokozni, és az illúzióktól csak te szabadulhatsz meg. Egymásról nagyon kevéssé tudjuk leszedni. Nagyon komoly bizalom kell ahhoz, hogy a másiknak a segítő tisztító kísérletét ne önvédelemmel és különböző duális reakciókkal jutalmazza. Nagyon komoly. Köszönöm. Szívesen. Az volna a kérdésem pár kapcsolaton belül, hogy mi lehet az oka annak, hogyha azt mondja nekem a másik, hogy érzi, hogy vonzódik hozzám, és érzi, hogy érzelmileg elkezdett hozzám közeledni, ám mégis érez magában egy féket. Tehát, hogy egy ilyen közeledne is hozzám, de közben meg, közben meg ez a fék meg visszahúzza őt, és, és nem tudja úgy belengedni magát az érzéseibe. Mi lehet ennek az oka? Esetleg érzelmi blokkok? Itt van a párod? Nincs. Akkor nem tudom megmondani. <laughs> Tehát a te érzéseidre kell akkor hagyatkozzál. Szerinted igazat mond? Hát igazából már, már épp, hogy már nem is vagyunk együtt pont emiatt. Akkor most minek dolgoztatsz? <laughs> akkor inkább azt kérdezem, hogy hogyha lehet így, hogyha ez a helyzet, akkor igazából ne is egy, hogy ne is akarja megérteni, illetve az, hogy van-e arra esély, <laughs> hogy, hogy, hogy ezt így, ő tudja ezt a dolgot. Négyszer így. egyszer használtad azt, hogy megérteni. Uh -huh. Helytelen. Szereted? Igen. Ő szeret téged? Itt a baj. Hát egyik nap igen, másik nap nem. Ez baj. Egy igazi szeretet kapcsolat minden hullámzást elbír. Tehát lehettek ti aznap kedvesek, vagy egy kicsit morcosak egymással, de mindezt a szeretet terében tesszük. Az esetemben, aki veled készített nemrég interjút, és már három rész elérhető, áll Istennek a Youtube-on, ő mesélte, hogy a manipuláció családon belül nála úgy állt le akkoriban, hogy megszüntette a kapcsolatot a családjával. És nálunk ez most ilyen önmagától beinduló folyamat, az anyukám úgy döntött, mivel én inkább leülök, és mi a dolgom, hol hibáztam, és a többi, nem vele osztom meg a párkapcsolati problémáimat. Ő így a telefonban néha egy idő után, amikor csak hallgatok, 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 esetleg kérdéseket teszek fel, akkor csak azt mondja, hogy nem azért mondom, hogy összeúszítsalak titeket, tudod? Na, szóval én leállítottam ezt a transgenerációs mintát, leülök, megkérdezem, mi a dolgom, hol hibáztam, hogyha párkapcsolatommal van, ott általában bőgök nagyon, hol hibáztam, mert tudom, hogy hol hibáztam, gondolatban még néha mindig elkövettem azt a hibát, és uh, gyakorlatilag most azzal büntet anyu, hogy akkor nem unokázunk, tehát így a kiolcséről hazamentem, és onnantól így lavina, mert hogy inkább leülök, és megkérdezem, hogy mi a dolgom, nem Nagyon pedig vele osztom meg. Nagyon és helyes. lehet, hogy itt most vége lesz a kapcsolatunknak. De hogy lesz vége? Anya csak egy van, nincs vége a kapcsolatnak. Amikor ilyen savazás van telefonon keresztül, akkor szépen hagyod a szalagot lepörögni, közben kiszaggatsz három kiló galuskát. Alfa mantra van. Pontosan. Megpucolsz négy kiló brokkolit, megfőzöl egy kondér paprikás és közben anyu közben mondja. Legyél praktikus, ez nem kegyetlenség. Jól látod. És utána, amikor jön a rés a falon, akkor megkérdezi, hogy anyu, mit szeretnél? azért félfülel odafigyeltél. Csak nehogy már ugye kisajátítsa teljes kéz, láb, fej, tevékenységi kört anyuka, miközben véleményt alkot rólad. Hát azt már talán nem kéne. És akkor megkérdezi, anyu, mit szeretnél? Mert amit hallottam, az eddig nem volt konstruktív vagy segítő. Ha segíteni szeretnél, mondjál olyat, ha nem, akkor ezzel nem tudok mit kezdeni. És kész. De anyukát szeretjük, hálásak vagyunk, és nem követjük, amit mond. Így. Eddig másoltam az ő párkapcsolati mintáikat. És, és azért jó volt ez neked? Azért volt néha pokoli a párkapcsolaton, Igen, de erre ráláttam. Nem másoljuk. És... Nem másoljuk. Segít abban, hogyha megnézed, hogy miért születtél hozzá. Uh -huh. Mert akkor a te felelősséged a tiéd lesz, látod azt, hogy mi az a karma, ami tényleg a szüleidhez hozott. Ilyenkor jó apukának a modellértékét is meghatározni, hogy apukának ez a szerepe az életemben. Ezek a mintázatok hozzátartoznak. A más mintázatok anyámhoz tartoznak. Az én mintázataim ezek. Apádon és anyádon nem tudsz változtatni az az ő dolguk, de a saját mintázataidon igen. És azért kell meglátni, hogy miért születtél hozzájuk, hogy szépen ledesztilálhassd, hogy melyik a tied, és melyik az övék. Ezek között elképesztő hasonlóság lehet. De ha te nem veszed birtokba a saját karmádat, és nem válaszol érte felelősséget, akkor szabad sem leszel. Tehát a meglátás, elismerés, birtokba vétel, felelősségvállalás, ez mind kell ahhoz, hogy a szabadság mint a hetedik kis törpe eljöjjön. Másképp nem megy. Úgyhogy hálásak vagyunk a szülőknek, és nem követjük a karmájukat. Meglátjuk, hogy miért születtünk hozzájuk, ezzel is fölnövünk, felnőtté válunk, és tudatosan eldöntjük, hogy mit szeretnénk a gyerekeinknek továbbadni. És azt adjuk tovább. És nem hetedíziglen azt a karmát, amik mindig beborít a szenvedésbe. Ehhez kell a gyakorlat, de valami ész nélkül. Mert hogyha nem gyakorolsz, folyamatosan ezek a minták kontrollálnak, uralnak hátulról, tudattalamból, keményen mozdítják a kezedetni. azt nem tudod, hogy most éppen ezt miért mondtad. Mert hét generáció keresztül mindenki ezt mondta. És hogyha nem vigyázol, te is ezt fogod, mert egyébként azért születtél oda, mert a te hajlamod is ez. Az egyetlen esély, hogy fölébredsz, ráébredsz, leválasztódsz, nem azonosulsz, kivonod az energiát, újra teremted más mintázatot. Ez gyakorlatilag a zenkör, amit most hallottál. Nem láttam más utat. És ez munka. Úgyhogy nyugodtan te üdögélj, anyuka azt mond, amit akar. Te segítesz neki, amikor kell, meghallgatod, amikor kell, és azt az utat választod, amit helyesnek tartasz magad és a családod szempontjából. Jó? Honnan tudom, hogy helyes az önképen, vagy tiszta? És hogyha ezt és hogyha tiszta, akkor ezt hogy tudom tovább megtartani? Hogyha tisztán lát, tisztán hallasz, és helyesen viszonyulsz másokhoz, és helyesen cselekszel, akkor az önképet tiszta. Ha állandó konfliktusok vannak, téves érzékelések vannak, téves nézetek vannak, abból mindig harag, vagy egyéb ilyen vágy és egyéb típusú problémák származnak. Tehát az önkép és az önvaló közötti távolság az a szenvedés. Ha sokat szenvedsz, vagy szenvedhetsz, nagy a távolság. Kis szenvedtetés, kis szenvedés, kicsi távolság. Ha nincs szenvedés és szenvedetés, akkor nincs távolság az önkép és az önvaló között. Innen észre lehet venni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy kérdezhetek, és az lenne a kérdésem, hogyha a mindennapokban körvonalazódik esetleg az előttem, hogy egy karmikus feladatot kell megoldanom, a megoldásod belül dolgozva, honnan tudom, hogy nem éppen ellenkezőleg cselekszem. Mi ez a karmikus feladat, amelynek a megoldásán te dolgozol? Hát, hogyha például egy család mintát vélek felfedezni az én szokásaimban. Hát ez egy komoly munka, nézd meg, hogy ez a szokás, hova vezet. Például, hova vezet téged ez a családi mintázaton alapuló szokás. Bocsánat, nem értettem az elejét. Hova vezet téged ez a szokás, amiről beszélsz? A szokás valószínűleg úgy érzem, hogy nem jó irányban vezet. Mivel már harmadszor kerülted ki, tényleg probléma. Tehát két dolgot vizsgálj meg, hová jutsz, hogyha azt a bizonyos családi mintázatot, szokást követed. A másik, kivé válsz ezáltal. Tehát a kettő nagyon kirajzolja. Szeretnél-e hozzá válni, Szeretnél -e oda jutni? Ha nem. igen, kövesd. Ha nem, nem. Köszönöm. Szívesen. Megköszönöm mindenkinek a kitüntető figyelmet, a ma esti jelenlétet. Örülök, hogy együtt gyakorlunk, egység, békésharcos és eredeti Fényzen templom egynapos zencsoportjai, vált, vetve és térd a térthez. Remélem, hogy holnap és holnap után is nagyon-nagyon jó darma időt fogunk együtt tölteni. Köszönöm a figyelmet.